Driving down that highway, make sure you go my way. To look at my... Bonsoir, je souhaite souhaiter la bienvenue à l'Institut français de Budapest pour le vernissage de cette exposition. Cette exposition présente le travail de deux artistes. L'une est française, Anne Lefebvre, et vient pour la première fois présenter son travail en personne à Budapest, même si certaines de ses œuvres ont déjà été exposées ici. Et l'autre artiste est hongrois, Jenő Dévai, et a déjà présenté plusieurs expositions à l'Institut français de Budapest. Tous deux sont des artistes internationalement reconnus qui ont exposé leurs œuvres sur presque tous les continents, à commencer par le Centre Pompidou à Paris, la Maison Européenne de la Photographie, et dont les œuvres se trouvent dans les collections publiques des grands musées, Musée Européen de la Photographie, Maison Européenne de la Photographie. Mindketten nemzetközileg elismert művészek, akik talán mindenhol világ sem kiállítottak már, kezdve a Pompidou központban Párizsban, illetve az európai fotóházában, és mindkettőjük műveit számos olyan nagy műtemény jegyzi, mint a Magyar Fotómúzeumot, illetve az Európai Comme vous le savez, dans la géométrie classique, les droites parallèles ne se rencontrent jamais. Dans cette exposition intitulée Parallèles, nous sommes ici précisément dans un autre domaine où, au contraire, tout se confond, voire prête à confusion. Tout se croise et se mélange entre les artistes d'abord, qui est qui, quelles œuvres sont de Jenő Dévai, quelles œuvres sont d'Anne Lefebvre. Quelles sont celles également qu'ils ont réalisées en commun? Quelle est la matière des œuvres exposées, photos, dessins, peintures? Quel est l'objet ou le statut de ces photographies qui ont toutes une histoire et un parcours différents, mais qui toutes jouent autour de la question de l'identité et de l'altérité? Je souhaite donc beaucoup de succès à cette exposition, aux artistes qui exposent ici. Je leur souhaite très chaleureusement la bienvenue ici à l'Institut français de Budapest, et grand plaisir maintenant à passer la parole à Gabi Csizó. És mint minden találkozásban mindig kell egy harmadik szereplő, aki mediál, aki közvetít. Ezt a központi szerepet töltötte be Csizek Gabi a Hagymanóház munkatársa, aki nagyon aktívan részt vett ennek a kiállításnak a létrehozásában. Őt szeretném tiszta szívemből köszönteni és megköszönni neki a francia intézet és a mai Hagymanóház közötti együttműködésért és az elkötelezettségért ebben a projektben. Remélem, hogy nagyon sikeres lesz ez a kiállítás, és szeretném átadni a szót Csizek Gabriának. Köszönöm szépen, Szentel, kedves tanulót, és azt, hogy milyen értően és finoman érzékenyen beszélt a képművészről. Én sokat gondoltam, én köszönöm Annak és Jelmenek, hogy dolgoztattam, de én köszönöm az intézetnek, hogy helyet adott a kiállításnak, és hát ilyen majdnem kettőt összintem, van egy ember, akinek meg itt kellene kicsit velünk. Egy kicsit azt gondolom, és érzem, hogy azzal, hogy rendesen a kiállítás a Budapestben megvalósult, és talán sokan már is néhány ember kezdték velük, hogy is itt van. Charleston, then the Suzy Q, along came the squad and... Először kérjük be Anne Lefebvre, Dévai-nak változatos kiállításához fogom. Egy kiállítás anyagai
ennek a vizualitás terén mutatkozik meg, hanem a konkrét szerző, Daniel Hans munkáját kiképzésében szövegének felhasználásával is. Kapcsolat azután találkozásokon, leveleken, képek cseréjén keresztül bonyolódott és szövődött tovább, később pedig már három közös könyvvel fordult, melyek itt is láthatóak a kinek. Hans ugyanis hány befejezett a művész könyvének befejezésére, illetve az ezekre való közös munkára kérte fel jelent. Egy közös kiállítás anyagában is Andi javaslatára kerültek bele, kerültek be a jelentés munkái. De például, ha megnézem a honlapját, ott a technikai felelős két személy között szedik jelő. Anna Nyagának és Albomának a Pillan Kúszlónak nevével, Montárdában, Anna szülőhelyének, Kulan Pillan Kúrna és az orosz Kursz városának a neve van egy olvasztva, utalva az ott élő, oda betelepülő két világháború közötti orosz emigrációra és Kursz városára, amely nem csak a híres páncélos kutatásról nevezetes, hanem arról is, hogy 1931-ben, így egy volt tényleg számítatésben, Hans is. Nekvén 1977-es fotói, egy elkészült film képei, amelyből készelegét lakunk, amelyet még kifejtette, hogy amit látunk, az a törvény követéke, hiszen egy virtuális fotóképi pár olyan fotóját látjuk, melyeknek elvesztek, meg elkobozták, nem tudok megvédítani. A másik sorozat, hogy 1977-es performance törvény meg, annak fragmentumos törvényeket, mi vagyunk kiállítás látogató. Kiállítást köszönöm, mert megnyitom. Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki segített a kiállítási programjában. Francia intézetnek és Izabelnek. Köszönöm szépen. 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 Köszön